Épül az óriás börtön, ősszel fejeződhet be az 1500 fogva tartott befogadására alkalmas büntetés végrehajtási intézet építése Csengerben. Jelzőrendszer, szakmai tanácskozást tartottak a család és gyermekvédelemről a Nyíregyházi Egyetemen. Zöld hulladékszállítás, a tavasz beköszöntével újraindul a növényi eredetű maradékok elszállítása. A tervek szerint halad Magyarország legnagyobb és Európa legmodernebb börtönének építése Csengerben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az 1500 fogva tartott befogadására alkalmas büntetésvégrehajtás intézet kivitelezése több mint 5,5 hektáron zajlik. A csengeri börtön a régió egyik legnagyobb munkahelyteremtő beruházása is egyben. A leendő csaknem 700 új munkahelyre már toborozzák a munkavállalókat, akik lakhatási támogatást is igénybe vehetnek a városban. 3 hónappal ezelőtt készítette a büntetés végrehajtás ezeket a légi felvételeket Csenger szomszédságában. Ezeken is jól látható, milyen hatalmas területen épül Magyarország legnagyobb börtöne. Az új intézet ráadásul nem csak nagy lesz, hanem ultramodern is, mondta el Bicó László dandártábornok, a beruházás szakmai vezetője 35 perc című műsorunkban. 1500 fogva tartott befogadó képességével fog bírni, ez lesz az ország legnagyobb büntetés végrehajtási intézete. 663 fő lesz a személyállomány, aki végrehajtja az ott tartózkodó fogva tartottakkal kapcsolatos büntetés végrehajtási feladatokat. 3 épület együttes tartozik a fogva tartottak elhelyezéséhez. A 3 épületben 500 fő kerül elhelyezésre. Ezek földszint első, második és harmadik emeletet jelentenek. Lesz még a területen 2000 négyzetméteres munkacsarnok. Ezekben az épületekben alakítják ki a fogvatartottak foglalkoztatását. Az érvényes jogszabály szerint Magyarországon minden fogvatartottnak dolgoznia kell, de Csengerben a tanulási lehetőséget is biztosítják annak érdekében, hogy a szabadulás után segítsék a visszaintegrálódást. Természetesen van, aki dolgozik, de van, aki tanul, sőt, van olyan is, aki dolgozik is és tanul is. Ez itt Csengerben is biztosított lesz. Ugye külön tantermek épülnek oktatási részleggel, és mint említettem, a 2000 négyzetméteres csarnokba mindenképpen munkát viszünk a fogvatartottaknak, és a környező települések vállalkozóit is várjuk azokra a csarnokokban lévő munkaterületekre, amire fogvatartottak által elvégzett akár bérmunkát tudnak végeztetni. Ahhoz, hogy a beruházás megvalósulhasson és hogy az érintett terület alkalmas legyen az építkezésre, Csenger önkormányzatának biztosítania kellett a szükséges infrastruktúrát. Ehhez a határmenti város vezetése 650 millió forintos visszanemtérítendő kormányzati támogatást kapott. A pályázatban kiírás volt az, hogy infrastruktúrával kell rendelkeznünk. Ehhez mi felajánlottuk az 5,5 hektár területet, és hozzá teljes közművet kellett kiépítsünk, tehát ehhez meg kellett építeni egy 6 méter széles utat, hozzá megépítettük a járdát, hozzá megépítettük a vizet, a gázt, a villanyt, teljes nyomvonalas vezetékeket kellett kiépíteni, és ezután, mikor ezek megvoltak, ekkor jöhetett el maga az építkezésnek a fázisa is. A büntetés végrehajtási intézet állás helyeire már javában toboroznak. Különböző munkakörökre várják a 18 éven felüliek jelentkezését. A fiatalok pályakezdőként az adómentességgel együtt 400 ezer forint feletti havi nettó bérezésben részesülhetnek. Forján Zsolt azt mondta, szélesíteniük kellett a lakhatási lehetőségeket. Csenger eddigi 5000-es lakossága ugyanis várhatóan rövid időn belül 7000 körülire emelkedik. Fel kellett készüljünk arra, hogy rengeteg csengeri, akinek el kellett hagyni a város, mert nagyvárosokban kapott munkahelyet Budapesten vagy Dunántúlon, ők most haza jönnek, nagyon sokan hazajelentkeztek és veszik a lakásokat, újítják fel, és vannak olyanok, akik pedig új lakást szeretnének vásárolni. Ezért a büntetés végrehajtás intézettel összefogva 2 lakópark fog épülni most Csengerbe, egy lakóparkot a BV épít, egy 50 férőhelyes, és a másik lakóparkra pedig mi az önkormányzat adjuk oda a területet, és ott fogunk olyan lakásokat építeni, amit meg lehet vásárolni. Természetesen az állami támogatásokat igénybe tudják venni azon fiatalok, akik még ezt nem aknázták ki, és emellett pedig a BV is úgy tudtuk meg országos parancsnok úrt, hogy ő is fog visszatérítendő kamatmentes támogatást adni azon fiataloknak, akik Csengerbe jönnek. A csengeri börtön építése a tervek szerint 2024 őszére készülhet el teljes egészében.
A tavalyi évben csaknem 1300 jelzés érkezett a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ felé, amelyből több mint 900 esetben kiskorúak voltak az elszenvedők. A Nyíregyházi Egyetemen tartott szakmai tanácskozáson Lengyelné Pogácsás Mária intézményvezető azt mondta, az elmúlt évben megnövekedett azon esetek száma, amelyeket a fizikai elhanyagolás miatt jeleztek feléjük. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ azzal, hogy megrendezi minden évben a jelzőrendszeri szakmai tanácskozását, részben jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, részben pedig jó alkalom a szakmai tapasztalat cserére. Hangzott el a Nyíregyházi Egyetem nagy előadó termében, ahol a rendezvényt az egyetem kancellárja, Halkónné dr. Rudolf Éva nyitotta meg. Több kiemelt képzés mellett mind az óvópedagógus képzés, a kisgyermek és csecsemőgondozó, tanító és tanárképzés olyan szakok, amik egyrészt a jövőben jelentős fejlesztésen és fejlődésen fognak keresztül menni, másrészt pedig nagyon fontos társadalompolitikai és oktatáspolitikai célkitűzései vannak az elkövetkezendő évekre tekintettem. Tehát ezen a konferencián, hogyha felvetik ezeket a problémákat, kérdéseket, megoldandó feladatokat, erre mondtam, hogy a lehető legjobb szakemberek a lehető legjobb helyen gyűltek össze. A tavalyi évben közel 1300 jelzés érkezett a nyíregyházi jelzőrendszeren keresztül. 929 esetben kiskorút, 324 esetben pedig felnőtteket érintett a jelzés. Az elmúlt évekhez képest Lengyelné Pogácsás Mária szerint megnövekedett az elhanyagolásos esetek száma. Elgondolkodtató az a tény, hogy a fizikai elhanyagolás nőtt meg az utóbbi évekhez képest jelentősen, ez a tavalyi évhez képest a duplája, és hogy a fizikai elhanyagolás az elsősorban abból adódik, hogy tehát ez nem bántalmazás, de nem megfelelő ruházat, nem megfelelő étkeztetés, nem megfelelő egészségügyi gondolkodás a kiskorú gyerekről. Ugye ezeket a tapasztalatokat összegyűjtve a következő évnek valószínűleg hasonló témában fogunk előadókat hívni. Hozzátette, nem csak a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, de a társadalom bármely tagja irányából érkezhet jelzés annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét minél hatékonyabban tudják megszüntetni. Hogy ki lehet jelzőrendszeri tag, szintén jogszabály szabályozza. Itt elsősorban is talán a legfontosabbat említem az oktatási nevelési intézményben dolgozók, az egészségügyben dolgozók, a védőnők, akik a telepen vannak, a pártfogó felügyelők, a bíróság, a rendőrség, szociális területen dolgozó szakemberek, illetve végső soron maga az állampolgár is a jelzőrendszernek a tagja. Azt, hogy a veszélyeztetettséget észlelik, ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, hiszen tőle sok mindenki szokott félni. Ugyanakkor, ha a jelzést megteszik minden minősítés nélkül, a szolgálatnak az a feladata, hogy fölvegye a családdal a kapcsolatot, és megnézze az adott problémát. Ha például egy kiskorú gyerek tekintetében mondjuk megváltozik a magatartása, különös szokásokat vesz föl, ami már aggodalomra adhat okot, akkor meg kell néznünk, hogy a családban ennek milyen gyökerei lehetnek. A szakmai tanácskozáson a gyermekbántalmazás mellett az online tér veszélyei, valamint a szerzői jog és a közösségi média használat aktuális kérdéseit is megvitatták. Folytatódott a polgári esték sorozat Nyíregyházán, szerdán. Dömötör Csaba parlamenti államtitkár elmondta, az elmúlt hetek történései is hozzájárultak ahhoz, hogy szigorító gyermekvédelmi törvényjavaslatot nyújtsanak be, ez jelenleg előkészítés alatt áll. Beszélt arról is, hogy az elmúlt évek gazdasági nehézségei ellenére a magyar gazdaság erőteljes növekedésnek tudott indulni, a több mint 20%-os inflációs értéket 5%-ra tudták csökkenteni. Az államtitkár kiemelte a közelgő választások kapcsán, hogy soha nem fügtek még ennyire össze az európai kérdések a helyi ügyekkel. Sok aggasztó jelet látunk a mostani európai politikában. Azt látjuk, hogy nem elsősorban az európai emberek, különböző társadalmi csoportok érdekeit nézik. Ez érvényes a szankciós politikára, a háborús politikára, arra a politikára, amely arra vonatkozik, hogy hogyan tartsunk kereskedelmi kapcsolatot fenn harmadik országokkal. Tehát nagyon sok olyan döntés született, amely szerintünk nem csak hogy a magyarok érdekeit nem szolgálják, hanem az európaiak érdekét sem. De csak a szankciókat nézem, az már látszik, hogy Oroszország nem rogyott térdre gazdaságilag, Európa viszont stagnáló állapotban van, és szeretnénk, hogyha ez változna. Mert hogyha ez változik, az Magyarország gazdasági mozgásterét is bővíti, és Nyíregyháza és környéke gazdasági mozgásterét is bővíti. A
A Nyíregyházi és a Nagyecsedi gyűjtő körzetben már március első hetétől megkezdi a zöld hulladékok elszállítását az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A kisvárdai körzetben pedig március 11-től indul el a szolgáltatás. A gyűjtőedényeket a korábbi gyakorlathoz hasonlóan reggel 6 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni a családi házas övezetekben. A jó idő beköszöntével újra fűnyírótól és metsziólók csattogásától hangosak a kertek. Ezzel együtt megnő az igény a levágott gajak, falevelek, fűszálak eltakarítására is. A Nyíregyházi és Nagyecsedi gyűjtőkörzetben március 4-től, a Kisvárdai gyűjtőkörzetben pedig március 11-től indul újra a zöld hulladék elszállítása. Társaságunk területén ugye vannak olyan települések, ahol házhoz menő zöld hulladékgyűjtést végzünk, illetve vannak olyanok, ahol gyűjtőpontos a zöld hulladékgyűjtés. Hogy mely településen milyen van, ezt mindenki a hulladékgyűjtési naptárából tudja meg. Zöld hulladék, maradjunk a házhoz menő zöld hulladékgyűjtésnél, azt jelenti, hogy a kiosztott barna kukákból történik a hulladék elszállítása heti egy alkalommal a megadott napokon. Nagyon kérünk mindenkit, hogy csak zöld hulladékot, kerti, levágott füvet, illetve gajat helyezzen az edénybe, azt minden további nélkül el fogja szállítani az autónk. Tehát hangsúlyozom, ez nem vegyes hulladék tárolására, nem építési bontási törmeléknek az elszállítására, hanem kizárólag zöld hulladék gyűjtésére szolgál a barna gyűjtőedény. A gyűjtőedényeket változatlanul reggel 6 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. Hogy pontosan melyik napon, a hulladékgyűjtési naptárból lehet megtudni, amit postán küldenek ki a lakosságnak, de a naptár elérhető az EAK honlapján is. A szállítás az adott napon reggel 6 órától 14 óráig várható. Minden háztartásból ugye egy 120 literes hulladékgyűjtő edénnyel hozzuk el a zöld hulladékot, de amennyiben valakinél több keletkezik időszakosan, az társaságunktól tud vásárolni a Bokréta utcai ügyfélszolgálaton ilyen zöld hulladékgyűjtő zsákot, és ezekben a zsákokban elhozzuk a zöld hulladékot. Tehát átlátszóban, feketében, szürkében, kukászsákban nem, de ebbe igen. Kétségtelen, ennek van egy 315 forintos beszerzési ára, mely tartalmazza a többlethulladék gyűjtését, illetve kezelésének is a díját. A lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és ahelyett, hogy elégetnénk, komposztálás útján újra visszakerüljenek a természetes körforgásba. Ha valaki mégis égetni szeretne, csak akkor teheti meg, ha az adott településnek van erről szóló önkormányzati rendelete. Az összegyűjtött zöld hulladékot pedig kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni. Maradunk az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél. A társaság Nyíregyháza önkormányzatával közösen március 11-e és március 23-a között ismét megszervezi a Hulladékért Virágot elnevezésű akciót. A két hét során a különválogatott papír, műanyag, öblösüveg, fém, csomagolási hulladékért, valamint italos kartondobozokért utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevők. A hulladékot Nyíregyházán a Kerék és a Korányi utcai hulladékudvarban, Máté Szalkán pedig az Ecsedi úti udvarban adhatják le a lakosok. Hamarosan 10. évfordulóját ünnepli a Korzó Galéria, méltó helyen, Nyíregyháza szívében. A térség kézműveseit összefogó kör jelenleg 11 alkotóból áll, így 11 műfajjal várja az egyedi és helyi alkotások után érdeklődőket. Mint vallják, az összefogás nem csak újat teremt, az alapokat is biztosítani tudja. Március 8-án ünnepli fennállásának 10. születésnapját a Korzó Galéria. A helyi képzőművészeti alkotókat összefogó és munkájukat bemutató állandó tárlat létrejöttének az volt az elsődleges célja, hogy ne csak rendezvényeken lehessen velük találkozni, hanem bármikor, bárki számára elérhetőek legyenek. Jelenleg 11 alkotó és 11 műfaj tartozik ebbe a körbe. A kézi szövőtől kezdve a nemezen át, a gyöngyfűzés, a mézből készült termékskála, és itt a szappanoktól kezdve a gyertyákon át, aztán a fának a különböző megdolgozásai, a sejemnek, az üvegnek a megdolgozásai, a horgolások, tehát, és ebben pont, hogyha a kézművesek összejönnek, az egy nagyszerű dolog, hogy egymást inspiráljuk, és mindig még újabb dolgok nőnek ki. Akár, hogyha többen összefognak, akkor lehet, hogy még egy újabb termék kerül ki a kezük közül. És nem csak új dolgok születhetnek egy ilyen közösségben, de arra is lehetőséget ad, hogy a helyi termelők, kézművesek portékái a hosszú és összetett út helyett közvetlenül jussanak el a fogyasztókhoz.
Nem olyan régen volt az a Covid járvány, amikor megtapasztalhattuk, hogy milyen az, amikor leállnak a hosszú ellátási láncok, és okoznak mindenféle gondot a mindennapos élelmiszerellátásban. A nyíregyházi kézműves alkotók sokszínűségéről még többet megtudhatnak a péntek esti Weekend című műsorunkban. Szerda este frontálisan összeütközött egy kis teherautó és egy személyautó a 41-es számú főúton Apagy közelében. A baleset egyik résztvevője egy megkülönböztető jelzést használó orvos ügyeleti személygépkocsi volt. Az orvosi autó Nyíregyháza felől közlekedett, amikor Apagy külterületén egy kocsisor előzésébe kezdett. Ekkor eddig tisztázatlan körülmények között nekiütközött a szemből közlekedő személygépkocsi oldalának. Az ütközés erejétől az ügyeleti szolgálati gépkocsi a menetirány szerint árokba csapódott. A balesetben hárman sérültek meg, őket kórházba szállították. Bejutott a legjobb 8 közé a Magyar Kupában a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese az NB2-es Tiszakécske otthonában nyert 3-0, így várhatja a negyeddöntő sorsolását. Vendéggyőzelemmel ért véget a női kézilabda NB2 D csoportjának vármegyei rangadója. A Máté Szalkai MTK a Vitka Ese csapatát fogadta, és a vendégek 28-23-ra meg is nyerték a mérkőzést. Az alapszakasz utolsó fordulójában a Vitka az Ungvár KC vendége lesz, a Máté Szalka pedig a DVSC U21-et fogadja. A felsőházba jutás szempontjából a hazaiak számára volt fontosabb a mérkőzés. Az első félidő közepéig tartotta is a lépést ellenfelével az MMTK, aztán viszont elkezdett nyílni a zolló a két csapat között. A félidőre 16-10-es vitkai vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után kiegyenlítettebb lett a játék, de tartotta előnyét a vendégcsapat, amely végül 5 gólos győzelemmel zárta a mérkőzést. Egy nagyon harcos mérkőzésen vagyunk túl. Mi úgy jöttünk, hogy tele sérültekkel, közben a kapusunk is megsérült, és a vésztartalék kapusunk, aki sérülten vitte végig a mérkőzést, sajnos így kellett végig játszanunk ezt a mérkőzést. Azt hiszem, hogy akaratban most egy kicsit felülmúltuk a Máté Szalkát. Ez ellentétje volt a kisvárai mérkőzésnek, mert ott a Máté Szalka akarta jobban a győzelmet, itt azt hiszem, hogy mi voltunk azok, akik jobban akartuk a győzelmet. A hazaiak edzője a sok technikai hibának és a kihagyott helyzeteknek tulajdonította, hogy nem tudták szorosabbá tenni a találkozót. Az első 15 percben minden úgy alakult, ahogy számítottunk, és szerintem egy jó irányú meccsen partiba voltunk. Azonban utána értetetlen módon kimaradtak a helyzetek, elég sok technikai hibánk volt, és így a fél időre egy tetemes különbség alakult ki, amit a második fél időben szintén a kihagyott helyzetek és technikai hibák miatt nem tudtunk csökkenteni, így sajnos azt kell mondanom, hogy a Vitka csapata megérdemelten győzött a mai napon. A forduló további eredményei a következők: DVSC U21 Ungvár KC 27-35, Eszterházi SC U21 Újfehértó Kálusemjén Eszese 26-33 és Hajdúböszörményi Téje Borsod Sportklub Miskolc 25-44. A tabella élén a 24 pontos Ungvár áll, megelőzve a szintén 24 pontos Miskolcot. A 18 pontos Vitka Ese már biztosította helyét a felsőházban, a 10 pontos Máté Szalka pedig reménykedik abban, hogy megtartja a negyedik helyezését. A csapattól az az elvárás, hogy lehetőleg minél jobb meccseket játszunk, tanuljanak a játékosok, mert ez a sok hiba is annak tudható be, hogy fiatal játékosaink vannak zömében, 16-15-17 évesek, és azért az NB2-be nem rendelkeznek még megfelelő rutinnal, de én úgy gondolom, hogy dolgoznak folyamatosan, a meccseken pedig megszerzik a kellő rutint. Ha a felsőházba jutnánk, az egy nagyon nagy dolog lenne, de ha az alsóházba folytatjuk tovább, akkor se vagyunk kétségbeesve, mert ugye ott is azért jó ellenfelekkel játszunk, de azért a célunk az lenne, hogy még ezt az utolsó meccset hozzuk be, és menjünk fel a felsőházba. A 14. forduló párosítása a következő: Hajdúböszörmény Eszterházi U21, Újfehértó Kálusemjén Eszese Miskolc, Ungvár KC Vitka Ese és Máté Szalkai MTK DVSC U21. Ennyi fért a mai híradóba, úgyhogy nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban.
Jó ütemben halad az 1500 fogva tartott befogadására alkalmas börtönépítés a Csengerben. Ez lesz Magyarország legnagyobb és Európa legmodernebb büntetésvégrehajtás intézete. Az építkezés a tervek szerint ősszel fejeződhet be, de már javában toborozzák a lendő dolgozókat. Az új börtön csaknem 700 új munkahelyet hoz létre a térségben. Megtartotta éves szakmai tanácskozását a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ. A konferenciának ezúttal a Nyíregyházi Egyetem adott otthont. Az eseményen összegezték a gyermekvédelmi intézmények előző évi tapasztalatait, valamint felhívták a figyelmet az online tér veszélyeire. Nyíregyháza és Nagyecsed körzetében március első hetétől, a kisvárdai térségben pedig március 11-én kezdi meg az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A zöld hulladék elszállítását a családi házasövezetekben. A gyűjtésre a megadott napokon heti egy alkalommal kerül sor az előzőleg kiosztott barna kukákból. Kedves nézőink, Önök február 29-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk, most mindjárt megtudhatják azt, hogy folytatódik-e a tavasz időjárás. Ha van kedvük, akkor látogassanak el weboldalunkra, és ott megtekinthetik a most elhangzott tudósításokat. Már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Pénteken többnyire felhős lesz felettünk, az ég elszórtan pedig eső, zápor is kialakulhat. Bizonyos időszakokban megélénkül a déli szél, de nagyobb széllökések csak a Dunántúlon, és a Dunatiszak közén fordulnak majd elő. A legmagasabb hőmérséklet napközben 14 és 19 fok között alakul.